Ő szerintem nagyon nagy munkával, és a munkának az alázatával, és a zenével, és ezekkel lett egyre híresebb, ami egy ilyen tartós ismertséghez vezet egy idő után, és hát a pozitív oldalát tapasztalom meg mindig. Egyre inkább azt látom, hogy azok a dolgok, amik így körülöttünk vannak, amik fontosak, azok igazából az édesapám, a szüleim, majd az én jövendőbeli családom, tehát hogy ezt érdemes átörökíteni, és ez az, ami maradandó. A családfő Pece István számára a Big Band muzsika az egyik szerelem az életében. 1979 óta él Szekszárdon, és még abban az évben valósította meg álmát saját zenekara lett. Pedig nem sokon múlt, hogy nem a Novi Szádi Rádió zenekarának lett tagja. Finoman adagoltam a muzsikát a gyerekeknek, és elértem, amit szerettem volna, meséli. Amikor arról esik szó, eltökélt szándéka volt-e, hogy muzsikus család feje legyen. Volt egy eredendő vágyakozás a zene iránt. Volt egy nagyon tehetséges szülőpárom, édesanyám és édesapám is nagyon szépen tudtak énekelni, és szerettek is énekelni. Bár nekem meggyőződésem, hogy a régebbi időkben az éneklés az egy népszerűbb dolog volt, mint amilyen most, mert minden családi rendezvény, lehet az egy születésnap, vagy egy disznóvágás, vagy bármi, minden énekléssel fejeződött be. Már kisrác koromban azt mondtam a mesteremnek, Pekl Henriknek, aki a trombitát legelőször a kezembe adta, nem is tudom, olyan ötödik és hatodikos lehettem, amikor egy bányásznapon harmonikáztam, és eljött hozzánk Pekl bácsi, és azt mondta az édesanyámnak, hogy nagyon tehetséges a gyerek, és szeretné fújni, tanítani. És soha nem felejtem, hogy először a klarinét, mert hogy mihez lenne kedvem. Először a klarinétot kérdezte meg, és úgy csak másodiknak a trombitát. És én egyből a trombitát mondtam, valamiért. Valószínűleg ez ennek sok összetevője lehet. Talán a Balázs is beszélt már róla, hogy nagyon híres trombitás volt édesanyámiknak a szomszédja Szászváron. Heinemann Sándor, aki az Állami Nagy Cirkusznak volt a karmestere, és már akkoriban kijárt Svájcba vezényelni a cirkuszban, meg a Krone cirkuszhoz Münchenben, és az is természetes volt, hogy egy nagy bujikja volt neki, amit az első Meseautó című filmhez a filmgyár tőre bérelt ki. És ezzel a szülei sírjához mindig hazajött, és ezt a falusiak látták, és hozta az aranytrombitáját is, mondták, mert mindig gyakorolt, ugye, mert a következő napokban már ment tovább, és produkálnia kellett. És ez az egész dolog valószínűleg édesanyámat is nagyon megérintette, meg hát a szászváriakat is természetesen, hogy jön a Sándor bácsi a bújtjával, meg az aranytrombitájával. És akkor nem tudom, lehet, hogy innen eredeztethető a trombita iránti szimpátia. Még középiskolás koromban is csak úgy hallgattam, hogy ez hogy lehet, hogy egy ilyen Dixielandben például mindenki úgy hallom, hogy össze-vissza fúr, és mégis mennyire jól szól. És akkor talán másodikos lettem a Zeneakadémián, amikor valamelyik barátom elvitt a Deák Big Bandbe, hogy szerinte nekem ott a helyem. Deák Tamás Big Bandje akkoriban az egyik legjobb magyarországi nagy jazz zenekar volt, rendkívül jó tagokkal, a Dés Lászlótól a Halász Janiig, mindenki megfordult benne, nagyon nagy nevek játszottak, én örültem, hogy közéjük kerültek, és gyakorlatilag ott ismerkedtem meg a jazzzel, meg a big band muzsikával. Olyannyira, hogy aztán híres világsztárokkal, meg Európa sztárokkal is játszottam együtt, hála Istennek. Apa fiatalkorától harmonikázik, és utána kezdett el trombitálni. Igazából amit észrevettem ebből az egészből, az annyi volt, hogy folyamatosan szólt a zene otthon. Úgy nőttem fel, hogy
a jazzt, big bandeket, klasszikus zenét, akkoriban éppen divatos zenéket, tánczenéket hallgatott az egész család mindig, és akkor én ott játszadoztam, és így nőttem fel, hogy ezeket megismertem már. Énekelni mindig nagyon szerettem, azt azért hozzáteszem. Picit természetesen irányítgatva is lettünk a zene felé, mert hát amikor iskolába kerültünk, akkor a zeneiskolába is elkezdtünk járni, szolfézs, zongora órák és egyebek. Hogy mikor derült ki? Hát azért volt egy-kétszer olyan példa az életem során, amikor így kórusban ittottam, ott kiválasztottak szólót énekelni, elénekelhettem a Stillenachtot még a régi Pop TV-ben. Emlékszem, a Balázs fogta a kezemet, hogy ne izguljak, de szerintem ő jobban izgult, össze-vissza nem tudott magával mit kezdeni. Tehát, hogy volt egy-két ilyen megmozdulás, tulajdonképpen azok azt kell, hogy mondjam, hogy nem sikerültek rosszul, bár nagyon izgulós voltam, és hát akkor szemüveggel, fogszabályzóval, ahogy kell. Valamikor úgy a konzi vége felé, zeneakadémista elsős, másodikos koromban talán, amikor így apa úgy értékelte, hogy akkor megérett a dolog arra, hogy így azokban a műsorokban, amelyekben ő más-más énekesekkel dolgozott korábban, akkor oda így én is beszállhassak, beugorhassak, és akkor ott énekeltem egy-két számot. Úgy jött Szekszárd az életembe, hogy nagyon készültem, hogy én a Novi-Szádi Rádió tánczenekarához megyek dolgozni, és a patronusom Tomcs és Rudolf ezt nagyon támogatta is, és a Szekszárd egy ilyen vész forgatókönyvként volt becsatolva a dolgokba, és volt egy nagy konfliktus a Tomcs és Rudinak a rádióban, és a Studio 11-ből kirakták is a rádióból. És akkor gyakorlatilag ő ment oda először játszani, aztán pedig vezetőnek, Novi-Szádra, és engem pedig azzal vigasztalt, hogy hidd el, öcsi, jó dolgod lesz, jó lesz neked a Szekszárd. És akkor ezt nem nagyon hittem el neki, mert azt gondoltam, hogy csak vigasztalgatni akar, hogy lecsúsztam a dologról. Most azóta érdekesen változott a történet, mert körülbelül 20 éve nincsen már Novi-Szádi Rádió tánczenekar, ami akkor ugye nagyon híres volt és menő volt, nekem pedig még mindig van egy nagyszerű zenekarom. Mivel apa ezzel foglalkozik, és trombita tanár, néha az orromra koppintott azért, hogyha nagyon elengedtem magam, de nem volt az a nagyon-nagyon nagy nyomás, hogy nekem most órákat kell gyakorolnom, meg nem szabad játszani, nem szabad barátkozni, meg ilyesmi. Inkább jazzt hallgattunk otthon, meg apa is úgy a jazz felé tendált inkább. Ugye klasszikus zenét tanít a zeneiskolában, tanított, mert most már nyugdíjas lett, de a Big Band miatt nagyon sok jazzt hallgattunk, és úgy rám is ragadtak ezek a dolgok, és szerettem úgy kigyakorolgatni őket, amellett, hogy természetesen klasszikus zenét tanultam. Voltak olyan lemezeink, ami az autóban mindig szólt, és akkor kedvenceim lettek Miles Davis, meg akár magyar zenekarok is, és azokat így tanulgattam. Amikor már pár hangot tudtam trombitálni, akkor azokat így megnéztem, leszettem, és azokat gyakoroltam. Az egy nagyon-nagyon jó érzés, amikor az ember mögött egyszer csak egy ilyen nagy svunggal megszól a 17 ember, és annak van azért egy ilyen energiája.
Mindemellett, hogy ezt a zenét is nagyon-nagyon szeretem, de az is azt gondolom, hogy nagyon sokat hozzátett számomra, hogy azok az emberek, akik az együttesben szerepelnek, illetve akik fújtak, akkor is már, most már nem mindenki él közülük, de azért nagyon sokan voltak olyanok, akik tényleg kislánykorom óta ismernek. Tehát az, hogy jaj, Zsófika, és akkor még ekkora voltam. És aztán valahogy teltek múltak az évek, és ezek az emberek így ugyanúgy megmaradtak, és aztán így ez egy érdekes összeállása volt a dolognak, vagy egy ilyen sorsszerű pillanat, hogy akkor velük együtt valamit csinálni, zenélni, muzsikálni, együtt lélegezni. Ott a trombita sorban is nagyon sok olyan ember trombitált, aki apának a növendéke volt. És úgy kiskoromtól ismertek engem, és hát kíváncsiak is voltak mindig, hogy trombitálok, meg úgy látták végig a fejlődésemet. A trombitánál azért az első 2-3 évben nem annyira látványos a fejlődés, és utána, hogyha az ember megindul, meg más közegben van, középiskolai szinten is, hogyha zeneművészetibe jár, akkor mindenhonnan érik a hatások, és egyszer csak elindul valami. Sokkal gyorsabban, mint annál, aki mondjuk nem profi szinten tanul, hanem csak összejön, és lelkes amatőrök szintjén mozog. Ez nem jelenti azt, hogy valaki nem lehet nagyon jó trombitás például, amatőrként is, de úgy kíváncsiak voltak rám, és mindig buzdítottak barátian, szóval jó érzés volt mindig. Úgy, hogy én ültem zenekarokban, nálamnál idősebbekkel, és ennek az egésznek az illatát megéreztem, és tetszett nekem. Úgy azt gondoltam, hogy a gyerekeimmel is valami hasonlót kéne megvalósítanom, ezért kiskorútól kezdve mi hangversenyekre jártunk, tehát mi erre költöttünk összegeket. Jártunk Pécsre színházba, bementünk Bukszár Márta néni öltözőjébe, aki akkoriban a leghíresebb primadonna volt Pécsen, aki megsimogatta Zsófikát, és gyere Zsófikám, fogd meg a ruhámat, öltöztették, frizurát csatoltak föl neki, minden. És Pece Zsófi pedig nézte ezt az egész dolgot, hogy hogyan van, és most pedig ő rá csatolnak föl mindenféle elegáns dolgokat. Nagyon érdekes a dolog. Úgy működik, hogyha valakinek ki van adva parancsba, hogy énekeske rockgitáros, mert hogy a papának nem sikerül, a gyereknek adnak kell lennie, ezt úgy a 40 éves zenetanári tapasztalat alapján mondhatom, hogy ez nem sikerült még sosem. Valószínűleg ezt nem sem fog, csak úgy sikerül, ahogy én is csináltam, hogy ennek az illatát meg kell, hogy érezzék, és kell, hogy tetszen nekik, és akkor az a dolog behúzza őket. Őrületes az egész dolog, mert hát ugye annak idején most valamikor a műsorra tűzöm megint a Child is Born című nótát, mert azt akkor tűztem műsorra, amikor Pece Zsófi született. Az elég régen volt már. Az egy akkor nagyon újszerű darab volt, a Ted Jones írta, egy híres néger trombitás és zenekarvezető, és hát gyönyörű volt a darab, és annak idején, amikor ezt játszottam, akkor előtte vásároltam egy fehér smokingot. Hát talán egyszer volt rajtam, de kettőnél biztos nem többször. Utána meg akarták vásárolni tőlem, de Pecsa Balázs azt mondta, hogy ezt nem adhatom el, mert azt ő szeretné megörökölni. Nagyon érdekes, mert ő már játszott benne, de hát nagyon át kellett alakítani az egészet, mert egy kicsit más a... Rettenetes nagy öröm a dolog. Elmondhatatlan. Az ismerőseim régebben azzal frociztak, vagy legalábbis azt gondolták, hogy frociznak vele, hogy na öcsi, milyen érzés az, amikor a gyerek jobban fúj, mint az apja. Rettenetesen jó érzés. Nagyon jó érzés. És úgy, hogy most Pece Balázs Magyarország egyik legjobb trombitása, aki ráadásul nem csak egy műfajban nagyon jó, hanem több műfajban is nagyon jó. Ezt nem nagyon tudja más megcsinálni, rettenetes nagy boldogságot jelent.
Szekszár nagyon jó hely, és hát most a barátnőmet éppen lehoztam Szekszárdra, és hát ő is csak nézi, hogy milyen tájak vannak itt, meg milyen szép város, nyugi van. Hát azért Budapest kicsit zajosabb, meg nem mindig annyira jó, szóval nagyon jó itt gyerekként felnőni szerintem. Vagy bármilyen olyan helyen, olyan városba vagy faluba, ami egy kicsit eldugottabb, és van egy nyugalma az egésznek. Amikor hazamész a munka után, akkor le tudsz ülni, és nyugi van. Ez Pesten nem mindig adatik meg. Egy ekkora városban híresebb embernek lenni, az szerintem egy tök jó dolog. És nem, szóval nem egy ilyen celeb szintű valaki, mint amik manapság divatosak meg mennek a tévében. Nagy pressziót meg nyomást nem érzek emiatt, hogy nekem. Hát megfelelési kényszer az biztos, hogy van valahol, de az mindenkinek van, valamilyen mértékben. Ez a csáva, elmentem hajózni, ez azért úgy indult, hogy édesapámmal voltunk egy fellépésen, ahol egy kollégánk jött ezzel, hogy hát tulajdonképpen muszáj lenne, hogy menjek, mert hogy volt akkoriban egy zenekar, akik kaptak egy szerződést, de az énekesnő nem annyira felelt meg ott a rostán, és hát mondták a németek, hogy ez egy német hajó volt az első társaság, ahova mentünk, vagy mentem, és hát, hogy akkor kéne egy másik énekesnő, egyébként a zenekar Pipa. És hát nem volt olyan nagyon sok vissza a szerződés kezdetéig, talán egy hónap vagy másfél, mindez ilyen nyár eleje, tavasz vége körül. És hát akkor így beküldözgettek énekesnőket, nem tudom, egy-két számot, fotókat róluk, hogy na akkor ez, és mindegyiket visszautasították, és akkor jöttem én a képbe, hogy hát nekem akkor most muszáj valamit, és hát egy kicsit úgy húzódoztam meg, hát milyen lesz ez, meg hogy lesz ez, és aztán a világ legnagyobb csodája volt az, hogy tényleg három számot elküldtünk, két képpel, hárommal, és akkor visszaírták, hogy rendben, és egy három hét múlva, egy hónap múlva mi mentünk. Úgyhogy én éjszakánként hallgattam az ilyen régi slágereket, amiket egyébként korábban nem annyira, hogy akkor én az összes frazírt, az összes stílusbeli dolgot le tudjam másolni, hogy amit megszoktak ugye azért az utas közönség, azt próbáljam úgy átadni, akár az ilyen régi 60-70-80-as évek slágereit is, mindenféle nyelveken, mindenféle dallamokat, hogy azt felismerjék a világ bármely pontján, és akkor ez a hajós utazásom, ez az első, ez tulajdonképpen nagyon jól sikerült olyan szempontból, hogy megtetszett ez a világ, hogy az utasokkal lehetett kimenni, kirándulni, beszélgetni. Az ember valahol, valamelyik országban felkelt reggel, ott kiment, kirándult egyet, este énekeltem egyet, lefeküdtünk aludni, és másnap valahol teljesen máshol, egy másik országban ébredsz fel. Úgyhogy engem ez egy picit magával szippantott olyan szempontból, hogy nagyon-nagyon sokféle nációt megismerhet az ember ezáltal. Nem azt mondom, hogy nagyon, mert nem olyan nagyon sok időt marad az ember egy helyen, de az ottani embereket, az ő oktatási rendszerüket, hogy milyen növényeket, állatokat tartanak például, milyen ételeket esznek, ebben mind-mind egy picit az ember bepillantást nyer. Tulajdonképpen ilyen zanzásított pszichológia óra volt a dolog. Én nagyon élveztem. Aztán eljött az a pont, amikor úgy azt érzi az ember, hogy ez a sok-sok minden, amit így összeszedett a világból, legyen az szakmai dolog vagy emberi, azt úgy szeretné itthon kamatoztatni. Meg hát hiányzott a család, az itthoni mindenféle pörkölt, lecsó a saját ágyam, anyukám, akivel nem csak Skype-on szerettem volna megbeszélni a dolgokat, és akkor így. Mind a kettőnk szülei, a feleségem is, és az enyém, én szüleim is az egész életüket úgy élték, hogy mindent a gyerekeikre tettek, tehát ránk. És ez bennünk is közös, hogy nálunk is első az, hogy a gyerekeknek minden rendben legyen, és akkor a dolog jól működhessen, tehát őket az életünkbe első helyre tesszük. Régebben csináltam kis Big Bandet, meg ifjúsági Big Bandet, meg Junior Stars-t. Mindegyik más eredményt hozott, mint amire számítottam. Azt gondoltam először, hogy Rupert Péter lesz az utódom,
aki elment Németországba, és azóta is ott van. Tehát ott ezt eltévesztettem, arra is gondoltam, hogy Füzi tanár úr lesz, a jó kollégám lesz az utódom. Ez sem jött össze. Isten igazából ez egy olyan munkás műfaj, ez a Big Band, hogy úgy tűnik, hogy nem tülekszik senki, hogy ezt a dolgot elorrozza tőlem, vagy elvegye tőlem. Úgyhogy én magam sem tudom, hogy ezt kire kéne hagyni, de hát egy nagyon ügyes gyerek kell hozzá, legalább olyan, mint amilyen én vagyok, mert itt nem csak zenei dolgokat kell megoldani, hanem utazásokat, támogatásokat, meg sok mindent. És akkor azt, akinek csak egy vonos négyese van, ugye a négy ember közül hármat kell, akkor még rajta kell összetartani. Na most egy ilyen 20 tagú zenekarnál, amikor elindulunk egy busszal, és akkor kiderül Hegyesalmnál, hogy az egyik kitthon felejtett az útlevelét, a másik meg... Hát, tehát minden van. Isten igazából egyszer kérdezte tőlem a Balázs fiam, hogy mert ugye a jazzmisét, mikor Tomcs és Rudolfa megirattam, itt Magyarországon sok helyen mindenhol előadtuk, élőbe közvetített bennünket a Rádió Budapestről, és akkor szerveztünk egy európai turnét. Két autóbusz ment 4-4 ezer kilométert. És 80 tagú kórus és a 20 tagú Big Band. És azt kérdezte tőlem a Balázs fiam, hogy apa, hogy merted ezt megcsinálni? Hogy mertél ebbe belevágni? És annyit mondtam neki, hogy most így utólag visszagondolom, én magam sem tudom, úgyhogy nagyon bátor voltam. Azt is lehet mondani, hogy vakmerő. Most már ilyet nem mernék bevállalni. Most, ha nagyon egy szóba szeretném foglalni, akkor a család. Tehát az a fajta millió, az a fajta gondolkodásmód, az a fajta hozzáállás, amit én kiskoromtól kezdve tapasztalok, vagy megéltem, vagy amiben mi szocializálottunk a Balázzsal, az, hogy én ma ezt így merem kimondani, hogy a szüleink számára, persze saját magukon kívül, mert hogy ez egy lényeges dolog, hogy az ember magát is szeresse meg a párját, de mindig mi voltunk az elsők, és mindent megtettek azért, hogy mi jól érezzük magunkat, hogy mi szépen legyünk felöltöztetve kiskorunkban, hogy mi szépen beszéljünk, hogy udvariasak legyünk, hogy így kell köszönni. Tehát, hogy csupa olyan pici, apró dolog, amit egyébként az emberek magukra szednek a figyelmesek, de azért, hogyha egy picit úgy rá is szólnak az emberre, akkor előbb-utóbb ráragad, akkor is, hogyha elsőre így nem úgy sikerül a dolog, vagy a viselkedésbeli dolgokat kicsit nyesegetni kell, ez azt gondolom, hogy mind a kettőnknél megvolt. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog az ember életében, tehát az, hogy milyen a szakmája az embernek, az egy nagyon fontos pont, mert az, hogyha azt élvezi, akkor a hangulata is olyan, a mindennapjai, tehát hogy akkor az úgy zajlik. Az, hogy mi van körülötte, milyen tárgyai vannak, milyen autója van, milyen órája van, mennyi pénze van, ezek mind olyan kis elsik. A mai világban fontos, úgy látom, elég sok mindenkinek, de ahogy idősödöm, azt nem merem mondani, hogy bölcsebb leszek, de reménykedem csak igazából, hogy ez talán így van, de egyre inkább azt látom, hogy azok a dolgok, amik így körülöttünk vannak, amik fontosak, azok igazából az édesapám, a szüleim, majd az én jövendőbeli családom, tehát hogy ezt érdemes átörökíteni, és ez az, ami maradandó. Azt szeretném, hogyha előbb-utóbb az unokáimnak a harmonika leckét, meg a trombita leckét meghallgathatnám és segíthetném a fejlődésüket.